A gyenge félévi bizonyítvány sok iskoláskorú gyereket megijeszthet, akik akár el is szökhetnek otthonról, erre figyelmeztet a rendőrség új kampánya. Nagyon bízunk benne, hogy ilyen nem fog történni Tolna megyében és az országban sehol sem, de hogyha esetleg megtörténik, akkor nagyon fontos, hogy a szülő azonnal értesítse bármelyik rendőri szervet, hívja a 112-es vagy a 107-es segélyhívószámot. A rendőrség szóvivője emellett azt kéri, hogy a szülő beszélje át a gyerekkel, hogy miért lettek gyengébbek a félévi iskolai eredmények, és mindenképpen nyugtassa is meg, hogy ki lehet azokat javítani. A legfontosabbnak azonban azt tartjuk, hogy a fél évi egy csak tájékoztató jellegű, azokat közös erővel, tanulással és odafigyeléssel a tanév végére ki lehet javítani. Kitanics Márk, klinikai szakpszichológus azt mondja, az ilyen szökések nem gyakoriak, különösen az elektronikus napló bevezetése óta, mivel azzal a szülő nyomon tudja követni a gyerek iskolai teljesítményét. Ennek ellenére a szakember is fel tudott idézni olyan esetet, amikor egy-egy tanuló a gyengének vélt bizonyítvány miatt szökött el otthonról, és csak egy-két nap után tért haza, azt állítva, hogy elrabolták. De ennek egyébként más jele is lehetnek, például a pszichoszomatikus tünetképződés, egy gyerek betegségbe igyekszik menekülni, úgy érzi, hogy rosszul van, beteg, kórházi kivizsgálásokat kér, vagy akár úgy is, hogy pszichésen összeomlik, megváltozik teljesen a viselkedése, szántalan lehetőség van erre, de én azt gondolom, hogy egy szülő azonnal fölismeri, hogyha valami nem stimmel a gyereknél. Tehát, hogyha változást észlel a viselkedésében, ami egy drasztikus változás, akkor az valamire föl akarja hívni a figyelmet, nevezetesen akár arra, hogy ez a gyerek például szorong a teljesítmény problémái miatt. A gyerek ilyenkor azért szorong, mert a szülő jobb eredményeket vár tőle, mint amire képes. Ekkor az anya vagy apa még nagyobb nyomást helyez a gyerekre, azt kérik tőle, hogy tanuljon többet, teljesítsen jobban, és valószínűleg ezelől igyekszik a gyerek elszabadulni, mondja a szakértő. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a félévi bizonyítványosztás környékén érdemes sokat beszélgetni a gyerekekkel.